és starttal indult a 2016-os nemzeti díj. Az egész mezőnynek tökéletesen sikerült az indítás. Dulce némi meglepetése elmegy vezetni. Mr. Marvin is ott van mellette a frontban. Dulce, Mr. Marvin az első két helyen jól kezdett mellettük velük. Dark Demon, Cracker Jacket is ott látom egyértelműen a frontban. És mint hogyha feltűnnének, Jack the Giant színe is egyértelműen az élmezőnyben. Kezdett itt egyre inkább megnyúlni a csapat. Úgy látom, hogy egy ló kezd egy kicsit lemaradozni, és némi meglepetés, hogy nem más, mint Never Ending Dream. Az ő hátrány egészen komoly az utolsó 1000 méter kezdetén. Dulce és Mr. Marvin kettőse az élen mögöttük, Cracker Jack, Jack the Giant, feljebb zárkózott most már az egyik favorit, Dragon Hunter, a középmezőnyből szerencselovaggal próbálnak feljebb zárkózni, Mylak megy visszafelé, jön feljebb egy kicsit Barabau, ott a középmezőny második felében Dark Demon, és illetve még hetessel ott van Marion, az utolsó 600 méteren belül, bent a falon, még mindig Mr. Marvin, aki előjár, Mr. Marvin vezet, mellette Dulce harmadik helyen, Cracker Jack mellett ott van még mindig Dragon Hunter, az egyik favorit, Dragon Hunter mellett, mögött még egészen közel van Mylak, és Jack the Giant is remek versenyt fut. Mr. Marvin hozza a lovakat az utolsó 400 méterre. Mr. Marvin mögött Jack the Giant csak sétál. Cracker Jackkel is ugyanez a helyzet. Próbálnak elindulni ismételten csak Mylakkal. És kívül jön Dragon Hunter. Megindult egyébként Marion is. A távoszlopon belül Cracker Jack az éren. Mylak lesz majd a komoly meglepetés ló. Origami a világ végéről indul el. Cracker Jack vagy Mylak. Mylak óriási meglepetésre támadja Cracker Jacket. Cracker Jack vagy Mylak, Origami is megérkezik. Mylak megnyeri a nemzeti díjat. Mylak a győztes, Cracker Jack és Origami mögötte a két helyezett. Hát ez nem volt bekalkulálva semmilyen szinten. Suták Csenge Csupor Ferenc idomítottjával behúzza. A kagyarban elindult visszafelé Mylak, talán még mondtam is. Suták Csengét dicsértük a nap elején, mondtuk, hogy van még két lovaglása a Mylak. Hát olyan közepes esély volt, ha a helyre ér, akkor azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon jól futott. És nem azért, mert papíron a sokkal rosszabb esély lett volna mondjuk Never Ending Dreamhez vagy Origamihoz képest, de hogy megnyerje a futamot, az valóban szerintem nagyon-nagyon kevesen gondolták, és hát ezért mondtuk, hogy őrült nyírnak tűnik ez a futam. Hatalmas meglepetés. És Origami van még ott. És ilyenkor egyébként, amikor lenézek a turfra egy ilyen sorrendnél, akkor megállapítom, hogy aki azért már 15-20 éve foglalkozik lóversennyel, és mondjuk látja, vagy látta a Sose Halunk Meg című filmet, és hogy beleégett egy kicsit, akkor az most lehet, hogy örül, mert ez a 2-9-11 ez jön, igaz, hogy nem ebben a sorrendben. Nem ebben a sorrendben, de meg, igen, biztos van, aki ilyet játszott. 9-es, és mindjárt megnézzük, hogy ki lesz a második. Marion lesz talán ott még, meg Dragon Hunter a pénzes helyeken. Figyelem, befutási sorrend. Szoros. 9-es, a második helyre célfutó a 2-es és a 11-es között. Never Ending Dream, azért szerintem itt nézze az ismétlést. Majd az Alakiban meg a derbiben, mert ő nagyon lassan kapott lábra is, és nagyon közel van a végén a többiekhez. Úgyhogy ő mellé egy felkiáltójel. A két Szent Tamás Iló csalódás, de hát Mylak sikere, Csupor Ferenc idomítottja. Hát el tudom képzelni, mekkora ünneplés lehetett ott a befutóban. Elég hangos szurkoló hírében áll Csupor Ferenc, és szerintem erre a sikerre még álmában sem mert gondolni. Hát és gondold el a bábolnai díj napján. Egy bábolnai siker, hát ez hatalmas. És azért tegyük hozzá, azért nagyon sok magyar tenyésztésű nem volt a futamban, volt néhány, és azért ebből a néhányból meglehetősen jól futnak a magyar tenyésztésű lovak, konkrétan az első, az első háromban vannak. Nem is volt negyedik. Három magyar tenyésztésű ló az első háromban. Hát vissza kellene keresni az elmúlt évek, hogy ilyen biztos. Hatalmas siker. Ilyen biztos, hogy nem volt. Egy picit azonban hadd legyek az ünnepélyes pillanatokban ünneprontó, ugye föltettem a kérdést, hogy vajon lesz-e most igazi kiemelkedő lova az évjáratnak. Úgy tűnik, hogy nincs. Hogy aztán nyilván szakmai szempontból lehet rajta vitatkozni, jó vagy nem jó, hogy fogadási szempontból, meg ugye a derbi előtt adott esetben közönség szempontjából mennyire jó, az már egy másik kérdés, mert adott esetben lehet egy őrült nyit alakidíj, egy nagyon-nagyon nyílt és nyitott derbi, amikor be lehet játszani 10-12 lovat reálisan, úgyhogy mindennek megvan az előnye, mondjuk így a hátránya. Nagy-nagy siker Csupor Ferenc istállójának, hát nem véletlen ott van az egész csapat. És a Csupor egy kicsit is közük volt ez a győzelemhez. Pap Gabriella Csupor Ferenc mellett mögött. Suták Csenge. Hát ez... Most majdnem azt mondja, hogy kis istálló nagy napját, ez egy olyan kis istálló, de hát ilyen szinten azért nem nagyon volt eddig lovuk, vagy csak nagyon kevés. Főleg nem 3 éves.
Természetesen itt is meg kell várnunk a versenyintézések döntését, a rendbenjelzést. Azt látom, hogy a májlakot, már nézzük az egész verseny ismétlését. A kanyarban nem gondolom, hogy bárki elhitte, hogy ezt megnyeri. Origami, nem is tudom, hogy honnan jön. Utak Csenge egy nagyot kiabál a cél előtt. Lónak szólt, meg ugye egyáltalán szerintem a győzelemnek. És itt jön kívül Never Ending Dream. Nagyon-nagyon kényes, figyelem, jön, a 8. futam nem hivatalos befutási sorrendje. 9-es, 11-es, 2-es. Origami a 9-es. Második.